Miközben a Kátia labdarúgói Törökországban edzőtáboroztak, a háttérben is folytak a munkálatok. A 2022-es esztendő rég nem látott sikereket hozott a KTE életében, a csapat újoncként jutott fel az mb 1 be a tavaszi meccsek eredményeivel pedig jelenleg a második helyen áll. Az évet dr. Filus Andor, a klub ügyvezetője úgy foglalta össze, hogy történetének legsikeresebb évét tudhatja maga mögött a csapat. Emellett bejelentette, hogy januárban folytatódhat a Széktói stadion ránc felvarrása, ami a szurkolók által annyira vágyott, városi oldalt érinti már. A beton szerkezet rendbetétele, illetve a beléptető kapu a pénztárak és a kamera rendszer beüzemelése is elindul januárban, valamint a kanyar alatti régi büfét és vízes blokkokat is felújítják. Arról, hogy az MLS jóvá hagyta, hogy tavasztól már akár 5000-en is kín lehetnek a hazai meccseken, Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is beszámolt közösségi oldalán. A Széktói stadion felújítása mellett a KTL labdarúgó akadémián az edzőpályák létesítésére és fejlesztésére is nagy figyelmet fordítottak. Első körben a Széktói stadionban az egyes műfüves pálya kapott újborítást. Est. Emellett a Bóbis Gyula edzőcsarnok mellett és mögött három kisméretű műfűves pályát alakítottak ki, ezek közül kettő fedett. Nagy segítség ez, hiszen így megoldódnak a kiskorosztályokban a téli terem használati kérdések. Januárban már a fedett pályákon kezdik a felkészülést. A műfűves pályákat szeretnék majd egy nagyobb rendezvényel ünnepélyesen átadni, de megvárják vele a tavaszt és a jó időt, vélhetően a márciusi válogatott szünetet célozzák meg vele.